Hát sziasztok! Nem hiszem, hogy a magyar futball elszánt rajongói felkapták a fejüket azon, hogy Márkó Rossi keretében ott van, tartósan ott van Szalai Gábor, de azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogy alakult az ő története januártól kezdődően. A sportlapok azok hírulatták, hogy január első hetében átkerült a Lozán csapatához, amely a sereghajtók között van a svájci bajnokságban, de hát a svájci bajnokságnak az ereje az nagyobb, mint a, a magyaré, nem sokkal, de nagyobb, ez egyértelműen elmondható, ha megnéztek mondjuk egy szervet meccset, ahol Bolla vitézkedik, vagy megnézitek a, a akár a Grasshoppers, akár a Young Boys mérkőzéseit. Kicsit a Young Boys a Fradira hasonlítóan emelkedik ki a svájci bajnokságból, de vannak jó erős középcsapatok, sajnos a két Lozanni gárda az nem ide tartozik. Ellenben nagyon jó hírek vannak, mert Gábor nagyon hamar beilleszkedett ebbe a csapatba, hogy az első mérkőzését még egy barátságos meccsként végigjátszott a, a az andorrai csapat ellen, ott egy nóra kikaptak, de már akkor is azt írta a svájci sajtó, hogy egy megbízható jó hátvéd, aki a négy hátvédes rendszerben a baloldali középső hátvédet játsza. Ez nem meglepő, hiszen egy ballábas játékosról van szó, aki 191 centi magas, és hát 23 esztendős, tehát bizonyos értelemben a legjobb korában van a játékának, de hát egy hátvéd az még nyilván érik, mint a jó bor, tehát azért neki jó sok profi éve lehet még. A legjobb meccsét egyébként azóta is folyamatosan játszik, most azért nem volt a pályán a szervetteleni 3-1-es vereségnél, meg is néztem az erről szóló Foglalókat, mert sok sárgalapja volt összesen. Ugye neki a, eddig a bajnokságban négy sárgalapja volt, és ugye a, ha a bajnoki mérkőzéseket nézzük, akkor ugye 2-4-6 meccsen volt pályán, de ha nem lett volna sárgája, akkor most már az ötödiket játszaná folyamatosan. A legjobb mérkőzése az egyértelműen a, a február 25-ei meccs volt, amikor a Winter Tour ellen játszottak, és ott 7,5-ös osztályzatot, illetve a fölöttik is kapott különböző osztályozó oldalaktól, ott egyértelműen a hátvéd sor legjobb játékosa volt. Ugye Gábor beszél franciául, és nagyon hamar beilleszkedett ebbe a csapatba, abszolút számít rá az edzője, jó játszik, úgyhogy egyáltalán nem meglepő, hogy kapott egy meghívót ugye Márkó Rosszitól, hiszen amikor ő a kecskemétben vitézkedett, akkor is feltűnt a nagyon agilis játékával, és feltűnt azzal, hogyha kell, akkor a keménységért sem megy ugye a, a a szomszédba, ahogy szokták mondani. Hát a Lozán nincs könnyű helyzetben, ahogy említettem, mert ugye 11. helyen áll a bajnokságban, de de hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az Iverdon, a Bázel, a Grasshopper és a Lozán az nagyon küzd egymás, egymással, hogy végül kikerül ugye a, a kieső helyre, de hát itt még les, lesz egy alsóház is, és az alsóházi küzdelmekben sok dolog tud változni. Ami viszont bizonyos, hogy a Lozán-Osi, hát az már ugye 10 pontra le van maradva a Lozántól, tehát azért nagyon nagyon furcsa lenne azt elképzelni, hogy ők benn maradnak. A Lozán még azonban küzdés és szalai ebben kult szerepet tud majd játszani. Úgyhogy nagyon szurkolok ennek a magyar fiatalembernek, annak is nagyon szurkolok, hogy esetleg a barátságos mérkőzésen gondoljon rá Márkó Rosszi. Az bizonyos, hogy ha beáll, akkor nem lesz megilletődve, hiszen most már egy komoly profi bajnokság légkörét szokja meg, és ha esetleg a Lozánból majd nyáron el tud kerülni egy még jobb csapatba, akkor szerintem még inkább inkább hasznára lehet majd a magyar válogatottnak. De szépen megy fölfelé az ő útja, ahogy az látszott is egyébként már, aki látta a kecskemétben őt játszani, látta, hogy egy idő után már azért fölfele lógott ki ebből a csapatból. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, szurkoljunk Szalai Gábornak, ha éppen valamilyen stream csatornán elkapjátok a Lozán FC mérkőzését, akkor érdemes megnézni. Szerintem nagyon fog nektek tetszeni, hogy a csapata egyik legjobb játékosa, akkor is ha esetleg kikapnak. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számla számon, vagy nyomj meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Szalai Gábor, a jó Isten áldjon meg mindenkit!